sziasztok! Már jól érezzük magunkat. Pénteken megyünk haza, ma este Veltaló, és már nagyon várjuk a hallgatót. Üzenem a leendő gólyatáborosoknak, hogy mindenképp jöjjenek el, mert ez már első nap kihagyhatatlan élmény. A Jucikámat nagyon szeretem, a Bucikámat nagyon üdvözlöm, tesómmal annyira nem, de az mindegy. Pénteken találkozunk, és húslevest szeretnék kérni ebédre. Sziasztok! Édesanyukámnak üzenem, hogy már nagyon hiányzik, pedig hát vagy 5 vagy 6 óra hosszája vagyunk itt. Hát jó minden, ismerkedtem a srácokkal. Mi vagyunk a kettes csapat, a legnagyobb királyok, a Johnny Bravo-k. És hát minden király, remélem, hogy még jó 5 napig bírok inni. Úgyhogy sziasztok! Én üzenem anyának és apának, hogy köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon jó, testvéremet is nagyon szeretem, és a barátomat is, és a barátaimat is. Nagyon jól érzem magam. Én anyának szeretnék hazudni. Anya, főzzed a húslevest, mert szükség lesz rá. És, amit mindenki tudjon, a kettes csapat a legnagyobb király! Mindenki nagyon jó fej, és a legjobb buli itt van. Farkasok! Farkasok! Szia anya, szia apa! Anyának üzenem, hogy még nem ettem, bocsánat, pedig ettem. Apa, üzenem, hogy nagyon csinosak a riporter lányok, őket vegyük fel dolgozni. A fiúknak pedig üzenem, hogy szerintem ez itt a mennyország. Mi csak azt üzenjük, hogy egyes csapat! Egyes csapat! Én azt üzenem az Otinaknak, hogy jól vagyok, minden rendben, de aggódjanak értem, és majd 4 nap múlva találkozunk. Szeretnék hazaüzenni, hogy nagyon jól vagyok, és jó a gólyatábor, és a páromnak szeretném üzenni, hogy nagyon jól vagyok, és nagyon szeretem, és nagyon hiányzik. Köszi szépen, sziasztok! Nagyon király a buli, és nagyon jól érzem magam, és tök jó a csapatom, jók a csapatvezetőink is, úgyhogy DJ-TDK. Sziasztok, puszilok otthon mindenkit, nagyon sok boldog születésnapot szeretnék kívánni a nővéremnek, és magán nagyon hiányzol, és szeretlek. Nekem nagyon tetszik a gólyatábor, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és nagyon, nem erre számítottam, és még nem szeretnék hazamenni, mert nagyon tetszik, és nagyon jó. Én anyukámnak szeretnék üzenni, hogy nagyon szeretem. Én a munkatársaimnak szeretném üzenni, hogy még mindig van hangom, és remélem, hogy nagyon sok munkájuk van. Anyukámat pedig nagyon szeretem, a szerelmem pedig nagyon hiányzik nekem. Csók mindenkinek!